A hétvégi nyárvégi nagytakarítás helyszíne ezúttal is a már jól ismert Zöld utcai buszforduló lesz. Itt mesélt a körzet két képviselője a Győr Plusznak arról, miért kérik és támogatják, lehetőleg minden évben a kihelyezett szelektív hulladékudvart, amit ezúttal is a GHG üzemeltet. Minden évben meg szoktuk rendezni a képviselőtársammal, Lilligens Tibor úrral a szelektív gyűjtést. Szükség van rá, mint ahogy minden évben el szoktuk mondani, mert igaz, hogy közel van az Ötház utcai lerakat, de vannak olyan családok, olyan egyének, akiknek nincs lehetőségük oda, nincs eszközük fölvinni mondjuk egy fotelt vagy bármi nagyobb dolgot. Ide központban nyugodtan lehozhatják, bármilyen szemetet, lomot ki lehet hozni, kivéve a veszélyes hulladékot. Szombaton reggel 8 és délután 16 óra között várják a háztartásokban feleslegessé vált lomokat. Ezúttal is csak a veszélyes hulladékot nem lehet majd elhelyezni a nagytakarítás során, egyébként bármit lehet vinni és ingyenesen leadni, amire már nincs szükség otthon. Nagy lakosság igény van rajta. Tehát tulajdonképpen megtapasztaljuk most már azt, hogy a lakosságban egyre inkább megvan a törekvés arra, hogy a környezeti módon ügyeljen, figyeljen. Tehát mondhatjuk azt, hogy ipari méreteket öltött most már a különböző anyagoknak a használata, elterjedése. Tehát valami módon ez egyrészt, mint környezetünk védelme, másrészt, mint hasznosítható anyag feltétlenül kezelni kell. Hát nagy területről van szó, Szabadhegy városrész, hozzáveszem még a Sashegy pusztát, meg a különböző területeket, hát nagy területről van szó. Valóban van két hulladékudvar, de mindenféleképpen a lakótelep közepén mi úgy érzünk, hogy indokoltnak tartjuk, hogy itt legyen egy ilyen kihelyezett hulladékudvar esetenként, segítsük az itt élőknek ez irányú tevékenységét, és hát ugye a környezetünknek a ápolásába való így módon történő hozzájárulását az itt élőknek. A képviselők mindenkit arra kérnek, éljen a lehetőséggel és vegye igénybe a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő egyszeri szolgáltatását. Szombaton, ha igény van rá, akár többször is lehet fordulni a lomokkal, a konténereket a GHG biztosítja, a nagytakarításban résztvevőknek pedig csak egy győrkártyát vagy lakcímkártyát, esetleg egy hulladékdíj számlát kell bemutatniuk.